A Városházán megjelent érintett utcák lakóit Szepesi Tibor polgármester, valamint a tervezők Harsányi Gábor és Horváth Lajos tájékoztatta a nagyvénkerti városrészt érintő fejlesztésekről. Szerencsére olyan lehetőségünk adódott 2020-ban, hogy lehetőségünk nyílt egy nagyobb forrás megszerzésére, és azt kellett eldöntenünk, hogy mely városrész az, amely a legjobban érintett a csapadékvíz elvezetése kapcsán, és akkor úgy döntött a képviselőtestület, hogy ez a belváros része, tehát ott a piac környéke, illetve a katolikus város rész, amely egészen a Sistakig tart, ennek a város résznek a csapadékvíz elvezetése az, amely a legnagyobb problémát okozza a városban. Tudjuk azt, hogy más területeken is vannak természetesen problémák, és amikor lehetőségünk nyílt arra, hogy a most következő pályázati ciklusban eleve megkaptuk azt a forrás lehetőséget, hogy csapadék víz elvezetésével foglalkozzunk, akkor úgy döntött a képviselőtestület, hogy ez a nagyvénkerti város résznek a csapadék víz elvezetése kell, hogy legyen, hiszen ott is problémát jelent nagyon sok szakaszon, nagyon sok utcában a csapadék víznek az elvezetése. Nyilván egy ilyen pályázatnak a kiírása kapcsán más egyéb feladatokat is el kell végezni az önkormányzatnak, hiszen nem csak a csapadékvíz elvezetését, hanem egy város résznek a komplexitását kell vizsgálni, úgyhogy ebbe belekerült ebbe a pályázatba nem csak a csapadékvíz elvezetése, hanem különböző olyan városrészt érintő fejlesztések is, amely például okos zebrák kialakítását, okos átkelőhelyeket, ennek a világítását, játszótér kialakítását, a fiataloknak a lehetőségeinek a bővülését kell, hogy tartalmazza, hiszen ezeket az alpontokat meg kell oldanunk ahhoz, hogy teljes egészében kaphassunk forrást ennek a pályázatnak a megvalósítására. Ugye ezt pontozzák, tehát ha nem kerül bele egy-egy program rész, akkor nyilván kevesebb pontot kapunk. Úgyhogy itt majd a mai napon fel fogjuk vázolni, hogy mely lehetőségeket tudjuk természetesen ebben a pályázatban megvalósítani. Nyilván azt is tudjuk, hogy ugye jelenleg az előkészítése zajlik, addig, amíg mondjuk a megvalósításig eljutunk, azért ez még több hónapot igénybe vehet. Most a tervezési folyamat végére értünk, ezt kell benyújtanunk majd egy vízjogi engedélyezésre, hiszen azért a legfontosabb rész az a csapadékvíz elvezetése, és ezt tettük a pályázat középpontjába, ezt szeretnénk mindenképpen megoldani. Tehát egy vízjogi engedély megszerzése után tudjuk majd azt a közbeszerzési eljárást elindítani, amely a valódi kivitelezés megkezdéséhez vezethet. Tehát tervezés végére értünk, ahogy mondtam, és nagyon szépen köszönöm a segítséget, hiszen a pályázat előkészítése kapcsán Harsányi Gábor volt az, aki megtervezte a csapadékvíz elvezetését, illetve nagy segítségére volt az önkormányzatnak Horváth Lajos és tervező csapata, aki nem csak a csapadékvíz elvezetésben segített Gábornak, hanem az egyéb pályázati szakaszoknak a kidolgozásában is. A családi házas övezet csapadékvíz elvezetése mellett megvalósulna a kórházúti lakótelep melletti részen egy játszótér, a gördeszkapája, a kórház parkolójának bővítése, okos zebrákat is kialakítanak a kórházi kereszteződésben. A Madarasi úti körforgalomtól a kórházig útfelújítás történne, többek között ezt tartalmazza a tervezett beruházás. Ugye ez maga a csapadékvíz elvezetés, egy úgynevezett település két infrastruktúra fejlesztés, ennek meg kell felelni, tehát ide nyújtjuk be a igazából magát a pályázatot, de a következő fülelnek is meg kell felelni, ez pedig egy belterületi zöld infrastruktúra fejlesztés, amely keretében a nagyvénkerti lakótelep környékére tervezünk egy műfűves játszóteret, amely viszonylag nagyobb játszótér, ugye ott a kosárlabda pálya és a jelenlegi fitness park mellett lévő, igazából nem is nevezhetjük játszótérnek, mert jól emlékszem, hogy hinta van ott, de ez lenne továbbfejlesztve, illetve ide kerülne egy gördeszka pálya, amelyet már nagyon régóta vár a karcagi fiatalság, és mint a nagyvénkertben lakó fiatalok is régen várnak. Mondhatom azt, lehet, hogy az idősebbek is várják, mert nyilván tudnék, milyen
identitása van a Gördeszkopályákhoz, de azt gondolom, hogy van rá érdeklődés. Illetve van egy úgynevezett közösségi, kulturális, illetve okos települési fejlesztés, és ugye azt látjuk, hogy ezen a területen is nagyon megnőtt a forgalom, tehát mindenképpen szükséges az, hogy a biztonságos gyalogátkelő helyek kerüljenek kialakításra, úgyhogy egy úgynevezett okos zebra kerülne elhelyezésre a kórház mellett az Ács utca irányába, illetve az Ohio téren, amely a kórház közvetlen bejáratánál, illetve a fagylaltos és a bolt átjárójába kerülne elhelyezésre, hogy ez egy frekventált kereszteződés ott a körforgalommal, mentővel, mindennel, azon gondolom, hogy ez a szükséges egy biztonságos zebra kialakítása. Ugye ez, ami villog és jelzi az autósoknak, hogy a zebra van minden körülmények között, tehát ez kerül bele ebbe a pályázatba, illetve a út burkolat javítása is, amely itt a kórház utca felújítása egészen a Zöldfa utca kereszteződéséig ebbe belefér. A bemutatott tervekről többen elmondták véleményüket. Voltak, akik kérést is megfogalmaztak az önkormányzat és a tervezők felé.